Van gyomorcsavar megelőzés, ahhoz kell egy áztatott táp. Ez nem speciális táp, hanem ez a tápnak a beáztatása. A speciális, hogyha úgy gondoljuk, hogy, hogy a felnövekvés idejét vesszük figyelembe, akkor igen, igényel igen speciális tápot a nagy kutya, mert abban a 4 és 12-14 hónapos korban, amikor a nagy kutya valóban fölnő és befejezi a növekedését, ebben az időszakban valóban speciális étrendre van szükség, kvázi egyedre szabottan, nem csak úgy általánosságban nagy testű kutyára, hanem egyedre szabottan kell az, az tápláló anyag energiaigényét meghatározni, ebben segítenek az állatorvosok is, megmondják, hogy a kutyus jól van-e táplálva, vagy nincs jól, van-e valami olyan tünet, ami már arra utal, hogy a kutyusnak változtatni kell az étrendjén, esetleg diétáznia kell annak érdekében, hogy a esetleges láb deformitások, amik elindultak, azok ki tudjanak egyenesedni, és helyre jönnek a problémák. Ez is egy speciális igénye a nagy testük kutyának, ha ezt szembefordítjuk a kis testű kutyával, a kis testű ilyen nincs. Ott gyakorlatilag szinte kuriózum számba megy, hogy a felnövekvés ideje alatt is tudjunk akkora baklövést ejteni az etetésben, amely már a csontozatában, az izületeiben, a porc megjelenésében, a porc minőségében, vagy az alakjában, egyáltalán a láb alakulásában jelentős szerepet játszana. Nagy kutyára viszont ez kifejezetten jellemző, és gyakori, úgyhogy igen, tehát van különbség a nagy testű kutya táplálása tekintve a kis képest.